Nyerjen Pronár pótkocsit és egyéb értékes nyereményeket az Agrofórummal. Részletek honlapunkon. Nagyon sokat imádkozunk, hogy az időjárás jó legyen. A Szarvas térségében 1600 hektáron saját és integrált területen gazdálkodó Morokkó Farm Kft. Területén szükség is van a fohászra, hiszen komoly kockázattal járó növényeket termesztenek, amihez a szakértelem mellett szükség van a megfelelő hőmérsékletre és csapadékra. Bár a hazánk hagyományosan egyik legszárazabb vidékén elterülő földek egy része öntözhető, így az aszályt némiképp mérsékelhetik. A vállalatnál foglalkoznak zöldborsóval, kis területen takarmány jelentős mennyiségben vetőmag kukoricával, étkezési és HO napraforgóval, őszi búzával, valamint majdnem 105 hektáron ipari paradicsommal, aminek betakarítása augusztus végén kezdődött meg. 105 hektár fölött még további 100 hektárt a partnereinknél integrálunk. A délaföldi Tészen keresztül hordjuk a Univer produkt ZRT-hez, Kecskemétre. Hát ez országos szinten is egy jelentős terület. Az Univernek körülbelül az 1/5-ét mi szállítjuk be innen a feldolgozott paradicsomjának. Idén 19 000 tonna szerződésünk van, fix átvételi árban, illetve bónusz-málusz rendszerben vizsgálják a beltartalmát a paradicsomnak. Erre szoktunk még általában plusz pénzeket kapni. A fajtákat és a technológiát teljes egészében a Morokkó Farm Kft. Szakemberei állítják össze. A lényeg, hogy a 45 naposra tervezett betakarítási szezon idején naponta 500 tonnát kell Kecskemétre szállítaniuk. Három vetőmag értékesítő vagy vetőmagházzal foglalkozunk. Minden vetőmagházzal, ami most a BASF-nek a tulajdona, a Unity Genetics fajtájával, illetve a Heinz. Körülbelül egyharmad arányban használjuk. Nem nagyon szoktunk előveteménybe válogatni. Legtöbbször forgatunk, tehát szántunk, emiatt a nagyobb szármaradványokat is befordítjuk. Illetve már olyan eszközökkel dolgozunk, hogy minél kisebb szármaradvány legyen. Szárbontó baktériumokat, gombákat használunk tallókezelésnél, illetve nagyon sokszor palántázás előtt is, vagy vetés előtt is beforgatjuk a talajba. Jó minőségű műtrágyákat használunk, nem szoktunk spórolni a műtrágyával, tehát amennyi a paradicsom igénye, azt ki szoktuk rakni. Idén már megkezdtem a folyékony műtrágyával a táplálást. Vettünk kifejezetten speciális tápoldatot, kiutató eszközt. Idén vettünk egy kétforgóboronás kultit, ami nagyon jól működött, tehát sima terepet hagyott, úgyhogy ez a technológiában ez jól bevált. A növényvédőszer és kezelések mellett rengeteg olyan levéltrágyát használunk, ami átsegíti a növényeket vagy a nehezebb periódoson, vagy pedig a tápanyag hasznosulást, a kötődést, a növényvédőszereknek a pozitív hasznosulását segíti elő. Az ipari paradicsom szezon kezdetén a hűvös tavaszi időjárás miatt egy héttel megkésett a palánták érkezése, a májusi esőzések pedig folyamatosan megszakították az eleve megkésett palántázást, ami után ráadásul a viszonylag hideg időben nehezen indultak meg a növények. Ennek köszönhetően a tervezett augusztus 10-i kezdés helyett majdnem 10 nappal később zúgott fel a paradicsom kombájn Szarvas határában. A palántáknak a lombozata nem volt olyan dús, mint hogy megszoktuk az előző években, viszont a kötéseink elég jók, tehát másképp reagáltak erre az időre a palánták. Körülbelül 35%-át vetettük a 200 hektárnak, azok meg hatalmas lombot eresztettek, viszonylag jó kötéssel. Egy kicsit úgy érzem, hogy pozitívan csalódok a palántában, lehet, hogy egy kicsit negatívabb lesz az előzetes várakozásokhoz képest a vetett. De összességében, ha valami katasztrofális szeptember idő nem fog minket befolyásolni, akkor úgy tűnik, hogy jó szezont fogunk zárni. A csapadékos, nedves, párás időjárás növényvédelmi szempontból is nagy kihívások elé állította a Morokkó Farm Kft. Szakembereit, különösen a növényvédőst, aki a komoly feladatot végül megoldotta, és ez a termés eredményekben is látszik. Az elmúlt három évben megjelent a baktériumos fertőzés, ami elég jelentős, és nagyon szépen tudta kezelni idén, úgyhogy növényvédelmi problémánk gyakorlatilag nincsen. Illetve van egy nagyon jó technikánk, egy DAMA vegyszerező, aminek a légtechnikája nagyon jó, tehát gyakorlatilag mint egy helikopter alá keveri a permeklét a levelek alá, és elég nagy biztonsággal nem meg tudjuk védeni. Most már
azt mondom, hogy 10 év távlatába tudom ezt mondani. Az Univer kecskeméti üzeme ebben az időszakban nagyon nagy kapacitással működik, amihez ki kellett dolgozni egy hatékony betakarítási és szállítási rendszert. Kádakba hordjuk be a paradicsomot, ami nem billenti, hanem kimossák a gyárba vízzel a paradicsomot, és egy speciális hordóeszközökkel gyakorlatilag bemegy egy kamion, leteszi a terhét, kiáll alóla, kicseréli a pótkocsit, fölveszi az üreset és jön vissza. Ez azt jelenti, hogy egy szerelmény egy 24 órában 4-et tud fordulni. Gyakorlatilag a 19 000 tonnát szűk 40 napos aratási ciklusban 6 kamion viszi be. Ez azt jelenti, hogy 6 óra alatt a learatott paradicsomot föl is dolgozzák. Itt jelenleg egy kombány látható, ez most jelenleg a legnagyobb kapacitású kombány, ami elérhető Európában. Van egy kisebb kapacitású kombányunk, az vésztartaléknak van beállítva, hogyha rosszabb az időjárás, nehezebben megy a betakarítás, akkor állítjuk be a betakarításnál, de jelenleg ez a kombány naponta 500 tonnát le tud takarítani. A paradicsom alapára az elmúlt 6 évben nem nagyon emelkedett. A bevétel növelésére csak magas minőség mellett van lehetőség, amihez nagyon komoly szakértelem és sok szerencse kell. Kertész növényről van szó, tehát nap mint nap benne kell lenni. Tehát nem olyan, mint a többi szántóföldi növény, hogy sokszor elég egy héten kimenni, és aztán az ember ránéz, végig gondolja, hogy a következő 2 hétben majd egyszer mit kell tennie. Egy kicsit alul van értékelve a paradicsom ára. Olyan 700-750 mázsa között van az önköltség. Tehát ahhoz, hogy egy jó ízűt termeljen az ember, 950 mázsát kellene elérni egy jó brixel, mondjuk 5-ös brixel, ami már egy kis bónuszt jelent. Akkor azt mondja az ember, hogy tényleg azt a sok kockázatot, meg azt a sok befektetést megérte. Nálunk ez olyan 900 mázsa körül össze szokott jönni. A brixünk az elmúlt 3 évben a legmagasabb volt a gyári átlaghoz képest is, azt mondom 3-4 tizeddel magasabb volt, ami hektáronként akár 200 ezer forintot is jelent, tehát pont egy nyereségnek mondjuk a fele vagy a harmada az a brixbe jelentkezett. 750 mázsa fölött kell termelni, 200 mázsával, hogy is jó sem. Nyerjen Pronár pótkocsit és egyéb értékes nyereményeket az Agrofórummal. Részletek honlapunkon.